Nem látni az anyagi és létesítményi feltételeit, de nem tettek le arról, hogy újraindítják. Azt, ami most szünetel, a CVS-e tekeszakosztályáról van szó. Az iménti mondat az gyakorlatilag szó szerint idézett a tegnap a Horváth Józseffel, a CVS elnökével folytatott telefonbeszélgetésemből. Egyébként ezt a mai stúdióbeszélgetést kedden rögzítjük, hogy itt a napokat azért tisztázzuk. A stúdió vendége pedig Kőházi Ádám, városi sportkoordinátor. Szia Ádám, köszöntelek, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a téli nézőket is. Hát itt tart most a ceglédi teke, a CVS-e teke szakosztályát illetően szüneteltetésről van szó, nem megszűnésről. Mielőtt még ennek a részleteiről beszélnénk, egy kicsit arról, hogy mégis mibe vágtál, vagy mibe vágtatok bele akkor, amikor próbáljátok felszínen tartani ezt a sportot. 1937-ben épült meg az első versenypálya Cegléden, az Erdő utcában, a mai Dajmenics utcában, és 1879-ben már írnak arról, hogy itt Cegléden vannak erre források, hogy volt Cegléden kuglipálya. Nem magamtól vagyok ilyen okos, hanem a Magyar Lászlót kerestem meg, a sportmozeum vezetőjét, akinek ezúton is köszönöm az információkat. Tehát egy hihetetlen múlttal rendelkező sportágról van szó, ha csak a ceglédi vetületeit nézzük is. Tudatában vagy annak, hogy mire vállalkoztál? Nagyjából igen. Ugye hát nyilván több vetülete van a ceglédi tekesportnak, a Cegléden. Hát lehetne itt sorolni, persze. Lehetne, igen, ugye ami engem érint, ugye a munkámból kifolyólag az ugye a lakossági része, és hát az is, ha jól tudom, közel 30 éves hagyománnyal rendelkezik, az pedig hogy a Városi Amatőr Csapatbajnokság. Úgyhogy megnyilván volt vele a versenysport rész, most egyelőre én a versenysport részével nem tudok foglalkozni, bár Horváth Józseffel mi is beszéltünk már róla, hogy azért meg kéne ezt majd vizsgálni, hogy mik a lehetőség a teke hagyományok fenntartására. Viszont az amatőr bajnokságban több mint 100-an azért rendszeresen mozognak, sportolnak. Mondhatom, már beszéltem velük, úgyhogy nem fognak megsértődni. A kicsit idősebb korosztály, mondjuk egy dühöngő bajnoksághoz képest. Úgyhogy ezt mindenképpen szerettük volna fenntartani. Ugye ráadásul én részese vagyok a bajnokságnak, hiszen mi is indítunk egy csapatot, tehát játszunk. És amikor a Zsolt ezt közölte a csapatvezetőkkel, Hűvös Zsolt, ugye, aki korábban a szakosztályt vezette, és ugye a csapatbajnokságot is, az amatőr csapatbajnokságot szervezte, ugye a megszűnés miatt ugye mondta, hogy ez is abban marad az ő részükről, az ő részéről. Amikor erről értesültünk, akkor egyből elkezdtem rajta gondolkozni, hogy ezt hogy lehetne megakadályozni, legalábbis az amatőr sportos részét. Hűvös Zsoltot elértem telefonon, annyit tudok, hogy van, aki abba hagyja. Értelek, van, aki máshova igazol. Van-e ezzel kapcsolatban friss információd? Nincs. Igazából ezt nem nagyon követem. Amit mondott nekünk a Hűvös Zsolt, az, hogy az átigazoló lapok már aláírásra kerültek, de azt nem mondta, hogy ki hova igazol. Hát akkor beszéljünk erről a bizonyos városi teke csapatbajnokságra, mondhatom így, ugye? Igen. Mennyiben változik akkor most meg a jövőt illetően, a következő szezont illetően? Óriási változik egyáltalán? Óriási változás nem tervezünk a dologban. Először is az volt, amit én mondtam a csapatoknak. Összehívtunk már ezzel kapcsolatban egy megbeszélést, amin az elmúlt 15 csapat részt vett, az elmúlt bajnokságban részt vett szintén. Velük volt egy egyeztetés. Nagyon nem szeretnénk rajta változtatni, először úgymond éljük túl, tehát legyen meg az első szezonnak a szervezése. Itt ami a kardinális kérdés volt, hogy ugye ennek a költségeit, ami elég magas, egyébként azt hogyan tudjuk összehozni, összerakni, hiszen ne felejtsük el, hogy ugye ezt a CVS-e bérelte ugye a Sportcsarnok Kft-től ezt a létesítményt, és ugye a bérlési költségén, meg a rezsiköltségeken belül használta versenysportra és lakossági sportra is, viszont mi csak lakossági sportra fogjuk. Úgyhogy nyilván az ezzel kapcsolatos költségekre való összegeket elő kell teremteni. Ez jelent egy némi növekedést a nevezési díjba is, és szükséges, hogy a csapatoknál is ezt megejtsük, illetve városi támogatásban fog részesülni a bajnokság. Ebből nagyjából össze tudjuk rakni a költségvetését ennek a bajnokságnak, hogy elinduljon, és az első éven túl legyünk, és közben majd próbálnánk helyi vállalkozásokkal egyeztetni. Nem óriási összegről beszélünk, egy pár százezer forintról, hogy hátra találnánk támogatókat, akik szívesen benliállnának ennek a bajnokságnak, kezdeményezésnek. Mutattuk már ezt a plakátot. Rajta van minden információ végül is, amit tudni kell?
Így van, igen, ugye még a formáját kell kitalálni, hogy kiszervezi ezt a bajnokságot, tehát a CVS-től kiveszi át. Ezt a Ceglédi Sportkör nevű egyesület fogja átvenni a szervezését, fiatalokból áll, akik részt vesznek már akár segítőként korábban is sportesemények, lakossági sportesemények szervezésében, illetve például a mezői akadályfutóverseny lakossági részét májusban már megtartották, úgyhogy ez az egyesület fogja ezt lebonyolítani. A nevezés, a plakát ma reggel készült el, úgyhogy az elég friss itt, úgyhogy valószínűleg itt ma-holnap a versenykiírás is elindul, és kitesszük az online felületekre. De nyilván a Ceglédi Sportkörnek lesz a Facebook oldalán, a Sportövelünk Ceglédinek a Facebook oldalán, illetve majd elküldjük a médiának, hogy ők is, ahol tudják ezt, ha van le lehetőségük, akkor híreszteljék. És akkor ott van egy e-mail cím, arra várjuk majd a nevezéseket, illetve bármilyen kérdéssel kapcsolatban ott lehet az e-mailen keresztül a szervezőkhöz fordulni, vagy a Sportövelünk Ceglédi Facebook oldalnak lehet írni, vagy bárkit keressenek meg, akit tudnak ezzel kapcsolatban, és akkor segítünk. Azt mondtad, hogy ezt a szezon túl kell élni. Mindenféleképp elindul most a városi teke. Csébé, tehát van-e egy alsó határ, ami minimális, hogy a jelentkezők számára gondolok, hogy elinduljon? Mindenféleképpen, hiszen a legfontosabb részét, a költségvetést össze tudtuk rakni. Ahogy mondtam, városi támogatással és az összes csapat örömmel vette azt, hogy folytatódhat ez, úgyhogy nagyjából ezzel az előző szezonban. Tehát van rá kereslet, és ez egy fontos dolog. Abszolút, ez azért is tartottam fontosnak, tehát 15 csapat fejezte be az előző szezon, nagyjából úgy néz ki, hogy ennyi folytatni is fogja a következőt, tehát azért mondtam, ez több mint 100 főt jelent, aki rendszeresen 7 hónapon keresztül itt mozog legalább heti egyszer ebben a bajnokság keretein belül, és az elmúlt években tendencia, hogy nem azért mondom, mert mi jöttünk, de mióta mi jöttünk, azóta a fiatalabb réteg is az ismerősi körünkből elkezdtek mozgolódni, úgyhogy egy ilyen 3-4 új csapat azóta már érkezett, úgyhogy én ebben hiszek, hogy még esetleg tudunk behozni egy-két csapatot pluszba. Mit kell tudni a forintos gurításról? Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, többen érdeklődtek ez iránt. Abban a 7 hónapos időszakban, amikor a Ceglédi Sportkör Egyesület ugye lebonyolítja ezt a bajnokságot, akkor gyakorlatilag úgy állapodtunk meg Ványi Zsolttal, a Sportcsarnok Kft. Ügyvezetőjével, hogy itt a bérlés keretén belül az összes napot tudjuk használni, tehát ugye ha valaki halasztást szeretné kérni a bajnoki meccseken, akkor van lehetőség más napokra tenni, és a szerdai bevált nap volt a forintos gurításért, azt meg tudjuk tartani. Úgyhogy várhatóan szeptemberben indul a bajnokság, és akkor várhatóan szeptembertől a forintos gurítás is tud majd folytatódni. Milyen állapotban van a pálya? Tulajdonképpen érthető itt az igazolt játékosoknak a döntése, hiszen az elmúlt években rengeteg időt, energiát, pénzt töltek abba, hogy ez működjön, akár saját keretből is, és vállalták ezt, hogy éveken átjárnak Tiszakécskére, Szolnokra. Most viszont előállt ez a helyzet. Mik a körülmények jelenleg? Sportolásra alapszinten alkalmas, tehát tudunk gurítani. Az elmúlt évben tényleg volt esetleg a pályának egy kisebb-nagyobb hibája, ezek kijavításra kerültek, a Zsolt és sok munkát tettek bele. De azért felújításra szorul az épület, úgyhogy sokan kérdezték tőlem, akik ugye részvevői ennek a bajnokságnak, hogy mi lesz a pályával. Én azt mondtam mindenkinek, hogy örüljünk annak most első körben, hogy meg tudjuk tartani a bajnokságot, visszük ezt a vonalat, és akkor hosszú távon nézzük meg majd, hogy a pályával mit tudunk csinálni. Hát van mit vele, a rezsiköltsége elég magas, tehát ott esetleg valamit abban lehet lépni, hogy ezeket valahogy felújításokkal, korszerűsítéssel valamivel csökkentsük, illetve van egy kis beázása az épületnek, ebben majd lépnünk kell, de azt gondolom, ez egy hosszabb távú dolog lesz. Szó volt arról, hogy esetleg az új Gály József sportcsarnokban kapnak majd helyet a tekések, de hát ez gyakorlatilag már kijelenthető, hogy akkor ez a múlté, ez az ötlet vagy elképzelés? A részleteit ennek a tervnek nem tudom, de a Hűvös Zsolt annyit mondott ezen az utolsó diátadón, ami egyben a zárása volt a szakosztálynak, illetve a városi bajnokságnak abban a formában, akkor annyit mondott, hogy egyeztetett a sportcsarnokkal, hogy nem kerül kialakításhoz a tekepálya, és ez miatt igazából volt nekik állítok, ez egy utolsó lökés, nem tudom a részletét a dolognak, ennyit tudok én is. Na most akkor egyelőre, hát ezt a szezon tekintve minden, de elképzelhető, hogy hosszabb távon is ebben a pályában lehet gondolkozni? Nincs róla információ, hogy másik tekepálya lenne, úgyhogy szerintem hosszú távon egyelőre ebbe kell majd gondolkoznunk, igen. És akkor még egyszer mondjuk el a lehetőségeket zárásképpen, hiszen ahogy már mondtuk, és tulajdonképpen ezért ültünk itt össze elsősorban, nyilván azért is, hogy itt a Ceglédi teke hátterét megvilágítsuk, de azért, hogy azért itt teljes megszűnésről nincsen szó.
van még továbbra is élet a ceglédjétek a sportban. Így van, tehát a lakossági része az mindenképpen él tovább, ez nagyon fontos, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Ugye a legfontosabb felületeink ugye a lakossági sport tekintetében Cegléden az a Sportolj velünk Cegléd Facebook oldal, arról mindent meg fogunk osztani, amit a bajnokságot lebonyolító egyesület a Ceglédi Sportkör kitesz a saját oldalára, hogy mindkettő oldalt lehet nézni, mindkettőn meg lesznek az információk, kint lesz ott is ez a plakát, amit ugye itt most megmutattunk itt a tévéműsorban is, és akkor a Cegléd Sportkörök az gmail.com-os e-mail címre lehet majd a nevezéseket beadni, illetve bármilyen jellegű kérdést ezzel kapcsolatban ott lehet majd feltenni. Dádám, köszönöm szépen, hogy nálunk jártál. Drukkolunk. Köszönöm szépen. Kedves nézők, ez volt a hosszabbítás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.